Üdvözlök mindenkit, Kovács Tibor vagyok, a ELTE genetikai tanszéken dolgozom, és ebben az előadásban az egyik kedvenc kutatási témámról fogok beszélni. De mielőtt rátérnénk, beszéljünk egy kicsit a népességnek a várható élettartalmáról. Az elmúlt 200 évben igazából több mint duplájára nőtt ez a várható élettartam, és Európán belül is ez nyilván előregedő társadalmakban még jelentősebb az, hogy milyen mértékben változhatott a várható életkor. A nők esetében már több országnál ez az érték meg is haladja a 85 várható életkort. Ez együtt jár azzal, hogy a társadalmak öregednek, és így egyre nagyobb számba lesznek jelen a társadalomban olyan idős emberek, akik már mondjuk a nyugdíjkorukat töltik. Tehát a társadalmak alapvetően öregednek, és ezen a térképen az látszik, hogy 2025-re a WHO több ország esetén is már azt jósolja, hogy az adott ország népességének akár több mint 30%-át is már 60 év felettiek alkothatják. Ma is van ilyen ország, például Japánban már most is 30% felett van a 60 év felettieknek az aránya. Így, hogy megnő az a várható élettartam, több pozitív dolog is történhet, akár több kihívást, több élményt gyűjthetünk, vagy akár új dolgokat is tanulhatunk. Azonban ugye van egy ellen pont is, mégpedig az egészség. Sajnos elmondható az, hogy az egészség során, mármint az élettartam során több olyan betegség is van, amelynek a kockázata folyamatosan nő. Nem meglepő módon például ilyen az izületi gyulladások, a szív- és érrendszeri problémák, vagy egyes daganatos megbetegedéseknek a kockázata is fokozatosan nő, de akár a neurodegeneratív betegségek közül, mondjuk említhetem az Alzheimer-kort, vagy a Parkinson-kort, amelyek szintén korfüggő módon nő a kialakulásuknak a kockázata. Én az öregedést a sejt felől közelítem meg, a legkisebb élő egység szerint, és itt látható a képen, hogy milyen károsodások érhetik, DNS károsodás, RNS károsodás, de akár különböző fehérje is károsodhatnak egy sejtnek. Hogyha egy sejtben valamilyen károsodás alakul ki, akkor ez a funkcióját ronthatja. Hogyha egy szövetet nézünk, ha egyre több olyan sejt alkotja, amely már nem képes a funkcióját ellátni, vagy akár el is pusztulnak ezek a sejtek, akkor az a szövetnek, vagy végső soron az egész szervnek a funkcióját is leronthatja. Ezt mi úgy detektálhatjuk, mint a szervrendszerünknek az öregedését. Nem meglepő módon, hogyha a szerveink már kevésbé funkcionálnak, a várható túlélési esélyünk is romlani fog, azaz tényleg öregedni fogunk. Kicsit megfordítva a dolgot, hogyha a sejtes károsodások azok, amelyek az öregedési folyamatot és az öregedési betegségeket előidézhetik, akkor, hogyha a sejtben felhalmozódó hibákat valamilyen képpen megakadályozhatjuk, azzal akár kitolhatjuk a várható élettartalmat, és így eludázhatjuk az öregkori betegségeknek a kialakulását. Na de milyen tényezők befolyásolhatják az élethozt, vagy mi szabályozhatja az élethozt? Sajnos erre a kérdésre nem lehet egyszerű választ adni. Azt lehet mondani, hogy rengeteg dolog szabályozza az élethozt. Itt ezen az ábrán több aktiváló és több gátló faktor is fel van tüntetve. Sajnos pont amiatt, hogy ennyi tényező hat a várható élettartamunkra, jó eséllyel nem lesz meg az a gomb vagy az a csodaszer hamar, amivel a örök életet el lehet hozni. Ebben az előadásban ezek közül a tényezők közül azokat emelném ki, amelyek a savas lebontásnak a szabályozását érintik. A savas lebontáson belül én az autofágiát kutatom, ami egy lizoszomális lebontási folyamat. A sejt az olyan nem szükséges, sokszor káros sejtalkotóktól úgy tud megszabadulni általa, hogy egy kettős membrán veszi körbe ezeket a fehérjéket, vagy akár teljes sejtszervecskéket,
záródásával kialakul egy vezikulum, amely majd a lizoszómával tud fúzionálni. A lizoszómában a savas enzimek lesznek azok, amelyek majd ezeket a nem szükséges komponenseket le tudják bontani, ezzel a sejt egyrészt energiát, másrészt pedig a felépítő folyamatokhoz, monomerekhez tud hozzájutni. A folyamat leírásáért Yoshinori Oshumi 2016-ban kapott egyébként Nobel-díjat. Tehát az autofágia felfogható úgy, mint a sejt takarítónője. Őneki kell mindazokat a tényezőket eltüntetnie, amelyek a sejtet akadályozzák a normál működésében. Nézzük meg, hogy melyik sejtek azok, amelyek a leginkább érintettek ebben. Például ilyenek a idegsejtjeink, ugyanis azok a sejtek, amelyek már felnőtt életkorunk során nem osztódnak, azok nem képesek arra, hogyha elpusztulnak, valamilyen módon pótolhassanak, így ezekben a sejtekben még kritikusabbá válik azoknak a mechanizmusoknak a szerepe, amelyek a sejtnek a normál működését biztosíthatják, ilyen ugye az autofágia is. Nézzük meg, hogy ez az autofágia, vagy takarítónő, hogyan változik a öregedés során. A felső csíkokat kell nézni, és ezekről a fehérjékről azt kell tudni, hogy ők az autofágiával bomlanak le. Azaz, hogyha több van belőlük, az autofágia kevésbé működik, hogyha kevesebb van belőlük, az autofágia hatékonyabban tud működni. Egy 60 napos muslica az már viszonylag öregnek számít. Látható, hogy bennük sokkal több fehérje halmozódott fel, mint a fiatalokban. Tehát elmondható, hogy az a sejtet védő folyamat, amit mi autofágiának nevezünk, sajnos az életkor során folyamatosan hanyatlik. Van egy gátló fehérje is, amit mi a tanszéken vizsgálunk. Ez egy miotuberin típusú foszfatáz, MTMR-14-nek hívják, ő az autofágiát gátolja. Megnéztük, hogy neki a mennyisége hogyan változott a élettartam során, és azt találtuk, ezett muslica agyakban, hogy neki a kifejeződése fokozatosan nő az életkor előre haladtával, tehát a muslica idegrendszerben az autofágia gátlása egyre hatékonyabban tud végbe menni. Mondhatnánk, hogy de hát ez muslica, most ez engem hol érdekel? Ott, hogy a kollaborátorok segítségével megnéztük, hogy az emberi agyban hogyan fejeződik ki ez a fehérje, és azt tapasztaltuk, hogy idősekben mind a fehérje, mind pedig a fehérjehez tartozó RNS-nek a mennyisége sokkal nagyobb, mint a fiatalokban. Kutyákban is hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy az öreg kutyákban ez az autofágia gátló mennyiség, ez nő a fiatalokhoz képest. Tehát, míg az autofágia szintje, ami védeni a sejteket a öregedés során fokozatosan csökken, addig a gátló faktora az autofágiának fokozatosan nő. Ez kísérletes biológusként egy nagyon érdekes eredmény, de mint olyan élőlény, aki öregszik, azt kell mondani, hogy egy kicsit aggasztó, hiszen azt prediktálja, hogy vannak olyan faktorok, amelyeknek a mennyisége idővel aktiválódik, nő, és elősegíti azt, hogy a sejtjeink károsodjanak, azaz én öregedjek. Nézzük meg, hogy hogyan tudom ezt valamennyire mégis előnyösre fordítani, és megnéztük azt, hogyha mi ezt a fehérjét gátoljuk, mi történik az autofágiával. Itt ezeket a zöld sejteket kell nézni, és azt lehet látni, hogy bennük az autofágia aktiválódott azáltal, hogy mi gátoltuk ezt az MTMR-14-et. Növelhető volt a gátlással az állatoknak az élettartama is, és nem utolsó sorban, az állatoknak a fittsége is javult. Erre a fittségre egy mászás esztét használtunk, hogyha az állatokat leütjük,
és ők elkezdenek felfele menekülni. Mivel szűkek a csövek, ezért az állatok mászni tudnak, nem fognak repülni. Így mérhető az, hogy milyen gyorsan fogják fel az ingert, hogy nekik menekülniük kell, és az is mérhető, hogy, hogy ezt az ingert milyen gyorsan, vagy inkább milyen kitartóan tudják ők megőrizni, vagy felejteni el. A két cső közül a jobb oldali volt az, ahol egyébként mi ezt a fehérjét csendesítettük, és ott a muslicák hamarabb is éltek fel. Ahogy a diagramon látszik, ez a mászás képesség a korral fokozatosan csökken, de azonos korú állatokhoz képest, abban az esetben, amikor mi gátoltuk ezt az autofengő gátlást, minden esetben az állatok fittebbek voltak. Ez a fittség amiatt fontos, hiszen ha mi élettartalmat próbálunk befolyásolni, nem annyira üzlet nekünk az, hogy mondjuk egy 90 éves önmagunknak toljuk ki az élettartalmát mondjuk 130 évig, sokkal inkább jó az, hogyha az aktív életkorunkat mondjuk egy 30-40 éves önmagunknak a tevékenységét tolhatjuk ki jobban. Muslica kiváló betegségmodell is, és hogyha mi mondjuk egy gyógyszert akarunk tesztelni, első tesztelésre egész sok modell, egész sok betegség esetén alkalmas. Hogyha már felállítottunk egy betegségmodellt, és tudjuk, hogy milyen tüneteket kell vizsgálnunk egy beteg muslica esetén, elkezdhetjük annak a muslicának a gyógyítását. A gyógyításhoz mi olyan molekulákat választottunk, amelyek ez az autofágia gátló MTMR14-hez képesek kötődni, és a kötődésük után képesek azt gátolni. Így tehát a gátlás gátlásával tudjuk az autofágiát aktiválni. Ez sikerült is, és nem csak autofágia aktiválást értünk el, hanem farmakológiai úton is igazoltuk azt, hogy a fehérje gátlásával lehet élethozt növelni, illetve az állatok mászás képességét is lehet javítani. Mi betegségmodellek Parkinson kóros muslicákat választottunk, amelyek az emberi Parkinson kórhoz hasonlóan szintén mozgásszervi rendellenességekkel rendelkeznek, továbbá rendelkeznek dopaminek neuronokkal a muslicák is, amelyeknek a pusztulása szintén megfigyelhető a Parkinson kóros muslicák esetén. Tapasztaltuk, hogy tényleg a vizsgált dopaminerg neuron sejt csoportokba pusztultak a beteg muslicák esetén idegsejtek, azonban az ilyen beteg muslicákat, hogyha mi kezeltük a autenekkel, akkor azoknak majdnem a kontrollal megegyező számú idegsejtük volt, tehát a AUTEN kezelésekkel, azaz az MTMR14 gátlásán keresztül mi képesek voltunk arra, hogy a sejtek pusztulását megvédjük a Parkinson korral szemben. Természetesen ezek muslica modellek, ahhoz, hogy mi gyógyszert fejlesszünk, magasabb rendű élelvényeken és szigorú szabályozásokon keresztül kell egy gyógyszergyártásnak végbe mennie. Mi az ELTE-n további kísérleteket végzünk autofágia aktiválás terén. Egyrészt a már említett auteneknek megnézzük a specifitását. Jó modell erre a muslicának a haránycsíkolt izomzata. Mondván egyrészt nagyon hasonló az emlős haránycsíkolt izomzathoz, másrészt sok olyan bélyeget mutat, ami a öregedéssel ugyanúgy változik benne, mint ahogyan például az emlősök esetén változik. Továbbá releváns vizsgálni az auteneknek a hatását izomban, hiszen az MTMR-ekről kimutatták, hogy izomrendellenességet okoznak, amikor valamilyen mutációt szenvednek. Ezért tehát meg kell nézni, hogy a farmakológiai gátlás nem okoz esetleg nem várt mellékhatásokat. Eddigi eredményeink szerint a MTMR-eknek a gátlása inkább csak pozitív hatással volt az állatok haránycsíkolt izomzatára. Egy másik cél,
új autofágia aktiváló célpontokat találni. Ilyen cél lehet a lizoszomális lebontásnak a serkentése. Ebben kulcsfontosságú kis GTPS RAB-fehérjéknek a aktiválását tanulmányozzuk. Ilyen fehérje a RAB-2 vagy a RAB-7. Ezek aktiválása eddigi eredményeink alapján biztató képet mutat, ugyanis sikerül velük élethosszt növelni, valamint a mászás képesség vizsgálatban is pozitív eredménnyel zárulnak. Összefoglalásként elmondható, hogy az autofágia szükséges ahhoz, hogy a sejtek túléljenek, azonban a hatékonysága fokozatosan romlik az élettartam során. Ezzel ellentétben az MTMR-14, amely az autofágiát gátolni tudja, az élettartam előrehaladtával fokozatosan növekszik. Megállapítható, hogy ennek a fehérjének a gátlásával autofágiát lehet fokozni. Így tehát elmondható, hogy ez a fehérje jó célpont lehet a jövőben, egyrészt élettartam, másrészt pedig öregkori betegségek kezelése szempontjából. Köszönöm a figyelmet!